Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Alpusztulás. Mérgező anyag kerülhetett a Sióba. Légúti betegségek. Nő a koronavírusos esetek száma is. Az ősz megérkeztével megváltozik az időjárás. Fokozott figyelmet követel a sofőröktől a csúszós út. Az állatok világnapja. A jeles nap felhívja a figyelmet az állatok jogaira és védelmére. Őshonos halfajok pusztulását okozta egy ismeretlen eredetű anyag a Kapos folyón. Ez a vízben oxigénhiányt okoz, ami már elérte a Sió csatorna Tolna vármegyei szakaszát is. Szeptember 28-án észlelte a közösségi médiában a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetsége, hogy Somogy vármegyében Taszár környékén egy ismeretlen eredetű, sűrű, olajszerű anyag került a Kapos folyóba. Ez október 1-én a Sió csatorna Tolna vármegyei szakaszát is elérte, amely halak pusztulását okozta. Azt tapasztaltuk, hogy a délelőtti órákban, október 1-én, mert a szakály részen is az jelen volt, láttunk elpusztult domolykót, nagyobb testű domolykót, és elmentünk Regölybe, ahol is a Regölynél ott egy hídnál mértünk vizet, oxigénszintet, vízoxigénszintet, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon alacsony ez az oxigén. Normál esetben jelenleg ezek a vizek ilyen 8 fölötti milligram per liter oxigénnal kellene, hogy rendelkezzenek. Ott az első mérésünk a 0,35 milligram per liter volt ez a szint, ami mondhatjuk, hogy szinte az élettel összeegyeztetetlen a halak számára, illetve egyéb vízi élőlényeknek. Az illetékes szervek közben vettek vízmintát, hogy megállapítsák a halpusztulás okát. A regai részen apró halakat láttunk pipálni nagy mennyiségben, keszegféléket, nagyon sok bodorkát, küszt, dévérkeszeget, illetve a lentebbi szakaszon már megjelentek az elpusztult és tehát az elpusztult domolykók, illetve a bódult halak már ott nagy mennyiségben. Október 1-én közérdekű bejelentést tett a TOHOLSZ a Tolna vármegyei, illetve a Somogy vármegyei kormányhivatalai környezetvédelmi osztályain, ahol már tudtak az esetről. Azt az információt kaptuk, hogy tudnak valamilyen szinten a dologról, mert a kaposvári cukorgyárnál egy tározót, valami víztározóikat beengedték a vízbe, és hogy előfordulhat, hogy az ő vízükből néhány apróbb keszeg megjelenik elpusztulva. És akkor tájékoztattuk ezeket a hatóságokat, hogy itt nem néhány apróbb keszegről van szó, hanem a Kaposban előforduló őshonos halfajokról és hatalmas oxigénhiányról. Arra kérik a horgászokat, hogy a következő napokban ne fogyasszanak sem a Sióból, sem a Kaposból fogott halból, mert nem lehet tudni, hogy milyen szert engedtek a folyóba. Az elmúlt hetekben jelentősen megnövekedett a légúti betegségek száma, mind a gyerekeknél és a felnőtteknél is. Nő a koronavírusos esetek száma is. A tudnivalókról Strantz Róbert, szexuális házi orvost kérdeztük. Igen, ez két külön gyógyszer, az egyiket rendszeresen tetszik szedni. Egyre többen fordulnak orvoshoz légúti betegséggel az elmúlt hetekben. Jellemzőek a vírusbetegségek is. Az általános vírusbetegségeket általános kezelésben szoktuk részesíteni. Ugye pihenés, nagyon fontos, a folyadékbevétel nagyon fontos, és gyulladás csökkentő gyógyszerek szedése. Ilyen például ugye az aszpirin, kalmapirin, neocitrán, amennyiben valaki jelentősen kőz, akkor köptető nyálkoldónak a szedése javasolt, és a szövődmény esetén pedig a felkereséssel rendelőnek javasolt. Egyre több a koronavírusos esetek száma is. A szexhárdi kórház fekvőbeteg osztályain például október 2-a szerdától ismét kötelezővé tették a maszkviselést, mert egyre több betegnél és dolgozónál észlelték a koronavírus tüneteit. Egyre gyakrabban tapasztaljuk mi is, és hát a paciensek is ezt jelzik nekünk vissza, hogy több betegség okozója a COVID. Ez a COVID azonban nem az, amelyik az elmúlt években súlyos kórképzetet hozott létre, hanem megszelidült, és hasonlóan a többi vírusbetegségekhez csak általános tüneteket okoz, kivéve azoknál, akik eleve egyéb társbetegségekkel rendelkeznek. Tehát az idősek, kardiovaszkuláris betegséggel rendelkezők, vagy más súlyos immunbetegségben rendelkezőknek vigyázniuk kell, mert náluk azonban ez a COVID is okozhat súlyos következményeket. Maszkot minden légúti fertőző betegséggel rendelkező páciens viseljen, ezt mondja az orvos. Így, hogyha rendelőbe jön, itt is kéne viselni, de bármilyen társasági eseményen, ha részt kell vennie, akkor maszkba vetje ezt.
Az őszi hűvös időben mindig megszaporodnak a légúti betegségek. Zárt terekben sokan is könnyen elkaphatják a fertőzéseket. A jövő héten tartják az októbertől működő új önkormányzati képviselőtestületek alakuló ülései Tolna vármegyében. Az új összetételű szekszárdi közgyűlés alakuló ülésének dátuma október 10-e csütörtök, míg például Bátaszéken 11-én pénteken, Tolnán 9-én szerdán, Dombóváron 15-én kedden tartják az alakuló üléseket, amikor hivatalosan is elfoglalják pozíciójukat a június 9-én megválasztott képviselők. Az említett települések közül az előző ciklushoz képest Tolnán lesz változás a polgármester személyében is. Itt a Pelszófer Ágnest Balogh Zoltán váltja. Október 6-án vasárnap emlékezünk meg az aradi vértanúkra, arra a 13 magyar honvédtisztre, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Tolna vármegyében is számos településen megemlékeznek a forradalom hőseire, így például Dombóváron és Szekszárdon is. A szekszárdi Béla király téren a gyakorló iskola és óvoda növendékei készülnek előadással. Dombóváron az 1848-49-es emlékműnél koszorúznak. A megemlékezésekről készült beszámoló hétfői híradónkban tekinthetik meg. A hirtelen megváltozott időjárási körülmények fokozott figyelmet követelnek a közlekedésben résztvevőktől. A nagy mennyiségű eső és az útburkolaton heverő falevelek találkozása a nem megfelelő autógumival balesetveszélyes. A megváltozott időjárási körülmények miatt sok tényező szükséges figyelembe venni, de a legfontosabb, amelyet Gul Csaba, a Tolnai Turbo Autós Iskola tulajdonosa első helyen említ, az az autógumik állapota. Utána a világítójelző berendezések állapotának, és a legfontosabb, hogy fejbe az emberek is ott legyenek, hogy az esős körülmények között tudjanak autózni. Gumiknál mit kéne tudnunk? Minimális bordamérség gépjárműveknél a gumimérség 1,6 mm. Ez száraz úton teljesen tökéletes, de esős nedves időben, mint ami most is van, ha ilyen gumiabból csak közlekedünk, akkor hamar létrejött a vizencsúszás, az aquaplaning, és akkor ebben az esetben az autó irányíthatatlanná válik, ugyanazt a hatást érjük el, mint amikor a vízi síelő síel. Ebben az időszakban a lakott területen kívül a mezőgazdasági munkák miatt megnő a közlekedésben résztvevő nagy munkagépek száma is, melyekre fokozottan célszerű figyelni. Továbbá nem elég látni, látszani is kell. A mai autókban előbb mindenhol megtalálható a nappali menetfény, de ez ebben az esős időben előrefele tökéletes, de hátul, aki jön mögöttünk, az nem biztos, hogy látni fogja az autónkat. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az autónak a színe, szürke, kék, fekete autó, sokkal nehezebb az időszakban észrevenni, könnyebben beleolvad az aszfaltba, a szürkeségbe, mint egy virágos, a fehér, piros vagy narancssárga autó. És ami még nagyon-nagyon fontos a mostani közlekedésben, az útviszonyok. Nem mindegy, hogy milyen úton közlekedünk. Gul Csaba azt is hozzátette, mivel már októbert írunk, aktuálissá válik a nyári gumikat télire cserélni. Kedden indul az olaszországi korosztályos karate világbajnokságra a Bátaszék Sport Egyesület karate szakosztályának kiválósága, Hefner Zsófia. A fiatal bátaszéki tehetség kadett mínusz 47 kg-osok mezőnyében képviseli Magyarországot. Zsófi a héten a korosztályos magyar válogatottal Mátraházán edző táborozott 4 napig. Hétfőn egy utolsó bátaszéki edzés vár rá, ezt követően mehet neki élete eddigi egyik legnagyobb megmérettetésének. Minden belépőjegy elkelt a Paksi FC vasárnapi Ferencváros elleni találkozójára. A Paksi labdarúgó csapat az OTP Bank Liga 9. fordulójában fogadja hazai pályán a listavezető ferencvárosiakat. A Tolna vármegyei gárda a 3. helyről várja a párharcot, győzelem esetén 2 pontra közelíthetik meg az éllovas vendégeket. Október 4-e az Állatok Világnapja. Az állatbarátok és gazdik ilyenkor házi kedvenceiket ünneplik és felhívják a figyelmet az állatok jogaira és védelmére. Ez a nap egyben Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének ünnepe is. Lámák, emúk, kecskék, nyulak. A listát még hosszan lehetne folytatni, ebben a tolnai állatsimogatóban ugyanis rengeteg fajta állatot tartanak a vendégek nagy örömére. Stábunk az Állatok Világnapja alkalmából látogatott el ide.
Hát mi nekünk régóta voltak állatok, mindig is voltak, én ebben nőttem fel az állatozásba, és nagyon szeretjük is őket, és ezért is vagyunk így ezzel, hogy gondoltuk, hogy nyitunk egy ilyet, mert hogy a gyerekeknek is, meg hogy egy kicsit ki tudjanak mozdulni valahol állatok közé, ne csak a telefon, meg a számítógéphez is legyen a gyerekeknek. A tulajdonos azt mondja, semmelyik fajtól sem kell félni, még a köpködéséről elhíresült lámától, vagy a fenyegető kinézetű emutól sem. Hát egyelőre még jó jelzéseket kaptunk vissza, mindenkinek tetszik. Többször már jöttek vissza ugyanazok a látogatóink, és meg vannak elégedve, tetszik mindenkinek. A nyulak és a tengeri malacok közkedveltnek számítanak, könnyedén meg lehet simogatni őket. Bármilyen állatról is legyen szó, az október 4-i világnap felhívja a figyelmet arra, hogy felelősen bánjunk velük. Regionális híreink következnek. Késekkel raboltak ki idős nőket Komlón. Az egyik vádott még csak 16 éves. Tambolt. Pékcukrász tanulók készítik a termékeket Kaposváron. Idős nőkre támadtak, késsel fenyegették őket, hogy adják át értékeiket. Az ügyészség most emelt vádat a komlói férfiak ellen. Egyikük még csak 16 éves. A rablókra több éves büntetés szabhat ki a komlói járásbíróság. Szirénázó autóval indult a Komlóra a rendőrök, hogy két rablót fogjanak el. Ők készítették ezt a felvételt még január végén. A pécsi járási ügyészség most emelt vádat a két férfi ellen. A vádirat szerint a két vádlott férfi, egyikük 23, másikuk 16 éves, 2024. januárjában két rablást követtek el Komlón. Az elsőt január 5-én az esti órákban. Úgy készültek erre a cselekményre, hogy fekete ruhába öltöztek, a fejükre kapucnit, arcuk elé maszkot húztak, és késekkel szerelkeztek fel. Az utcán szemelték ki maguknak a járókelő sértettet, egy idős hölgyet, akit felszólítottak arra, hogy a táskáját pakolják. Az idős sértett nem tett eleget ennek a felszólításnak, ekkor a vádlottak késekkel a kezükben közrefogták, fenyegették, letépték a táskáját, majd ellökték az idős hölgyet. A földön fekvő, kiabáló sértettet az idősebb vádlott megöléssel fenyegette, miközben a kést az idős nő nyakához tette. A vádlottak laptopot, élelmiszereket és készpénzt zsákmányoltak, és magukkal vitték a sértett okiratait és bankkártyáit is. Két héttel később újra rabolni mentek, ugyanúgy fekete ruhában, maszkban, késekkel felszerelkezve. Ekkor is az esti órákban az utcán hazafelé tartó idős nőt támadtak meg. A sértettet felszólították arra, hogy álljon meg és forduljon meg, ennek azonban ő nem tett eleget. Ezért a vádlottak követni kezdték, hamarosan utolérték és felszólították értékei átadására. Amikor utolérték, az idős hölgy megfordult, és látva a vádlottak öltözetét, fenyegető fellépését, annak hatására átadta a pénztárcáját benne okmányaival és bankkártyájával. Ezután a vádlottak közrefogták a sértettet, kezükben kést tartva felhívták arra, hogy további értékeket, karórát, aranyékszert is adjon át nekik. A sértett a fenyegető fellépés hatására átadta a karóráját is a vádlottaknak, majd miután az egyik vádlott a sértett hasához szorította a kését, átadta a mobiltelefonját is. Az első sértettől közel 200 ezer forintnyi értéket, a másodiktól közel 100 ezer forintnyi értéket vettek el a vádlottak. Cselekményük két rendbeli felfegyverkezve elkövetett rablás büntettének, két rendbeli okirattal visszaélés vétségének és két rendbeli készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségének a megállapítására alkalmas. A minősített rablás büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. Mindkét vádlott letartóztatásban van, büntetőjogi felelősségükről a komlói járásbíróság fog dönteni. Az ügyészség mindkét vádlott esetében tett mértékes indítványt arra az esetre, ha az előkészítő ülésen beismerik bűnösségüket. Ez a felnőttkorú férfinál 6 év fegyház, a fiatalkorúnál pedig 3 év fiatalkorúak börtöne lenne. Pékárut és édességet is lehet vásárolni a Kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola új tamboltjában. Minden terméket az intézmény pékcukrász tanulói készítenek. A fiataloknak ez egy kiváló lehetőség a gyakorlásra, a vásárlók pedig olcsóbban juthatnak hozzá a finomságokhoz.
Kedd reggel nagy volt a nyüzsgés a kaposvári Kinizsipár élelmiszeripari technikum és szakképzőiskola előtt. Mindenki a tanulók által készített pékárukra volt kíváncsi. Ezentúl ebben a tanboltban lehet majd hozzájutni a termékekhez. Én 2022 óta vagyok az iskola igazgatója. Előtte oktatóként dolgoztam az iskolában, és gyakorlati tantárgyakat tanítottam mindig, és nem voltam a gyakorló helyen. És folyamatosan láttam azt, hogy azok a termékek, amit elkészítenek a tanulók, azok milyen jó minőségű termékek. És mindig azon gondolkoztunk mi oktatók, hogy milyen jó lenne, ha ezt közzé tudnánk tenni, és mindenki meg tudná vásárolni. És 2022-ben én, amikor igazgató lettem, akkor felvetettem a centrum számára ezt az ötletet, és ők teljesen fogadóképesek voltak, és mellém álltak, és támogattak, és úgy jutottunk el idáig a mai napig, hogy ezt a boltot át tudjuk adni. Az intézményben mindig sikerszak a pék és a cukrász, sok fiatalt érdekel ez a szakma. Igazából régen is imádtam már sütni, meg főzni, anyának mindig segítettem, és nagyon közel áll hozzám. Amikor mondjuk rossz kedvem van, akkor is felvidít egy jó sütés, és a jövőben is valószínűleg ebben szeretnék elhelyezkedni, szeretnék mestercukrász lenni, és nyitni egy cukrászdát. A gyakorlati órákon készített kenyerek, kiflik vagy akár a kakaós csigák is a tambolt polcaira kerülnek. A vásárlók pedig jóval a piaci ár alatt vásárolhatják meg a pékárukat. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. Alpusztulás, mérgező anyag kerülhetett a Sióba. Légúti betegségek, nő a koronavírusos esetek száma is. Az ősz megérkeztével megváltozik az időjárás, fokozott figyelmet követel a sofőröktől a csúszós út. Az állatok világnapja. A jeles nap felhívja a figyelmet az állatok jogaira és védelmére. Szombaton még alapvetően felhős égbolt lesz a jellemző, de időnként és helyenként átmenetileg elvékonyodhat a felhőtakaró, átengedhet némi szűrt napfényt is. Tartós kiadós eső már nem valószínű. Vasárnap már több esély látszik szakadozott, elvékonyodó felhőzet melletti bujkáló napsütésre, de újra és újra megnövekedhet a felhőzet, melyből elszórtan záporeső is kialakulhat. Hétfőn kedden frontmentes, nyugodt, őszi időjárási helyzet kialakulása a legvalószínűbb. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!